Ismét talárt és csákót öltöttek a Nyíregyházi Egyetem végzős hallgatói. Az egyetemi zászló felvezetésével bevonult a szenátusi ülés elnöksége és kezdetét vette az az ünnep, mely minden egyetemista életében meghatározó esemény. Az egyetem rektora Szabó György beszédében az egész életen át tartó tanulásra ösztönözte a végzős hallgatókat. Nagy kihívás a 21. században egyáltalán ugye az oktatási rendszernek, a helyzetének a vázolása. Az eleink még azzal a naivitással indítottak el egy gyereket a felsőoktatás rögös útján, hogy kitanítatlak, diplomát adok a kezedbe, és ezzel boldogulsz. Ennek a világnak vége van. Ez a generáció, aki ma szányra kap, az egész életen tartó tanulás folyamatába betagozódik. Alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, vegyes a kép. A mintegy 4000 hallgatónkból 170 hallgató kapott záróvizsgázott, és ebből személyesen mintegy 120 hallgató fogja a közeli percekben átvenni a oklevelet. Szabó Tünde országgyűlési képviselő kiemelte, a modellváltásnak köszönhetően tovább nőtt az oktatás színvonala az intézményben. Kedves végzős hallgatók! Jó érzés osztozni elismerésükben, amely annak köszönhető, hogy az igaz teljesítmény tükrében oktatóik, családtagjaik, barátaik és környezetük számára is megmutatták, hogy amit célként meghatároztak maguk előtt, sikerrel és felelősséggel tudják teljesíteni. Büszkeséggel tölt el, hogy a hallgatók tanulmányaik során az elmúlt tanévben is számos regionális, országos vagy akár világ eseményen képviselték eredményesen az intézményt, amelyhez ezúton is szívből gratulálok. Mindezek az eredmények minket is megerősítenek abban, hogy olyan jellemű, felelős fiatalok kezdik meg hamarosan a pályafutásukat, akikre már rátaláltak a példaképeik is. A két évvel ezelőtt elindult modellváltás nagy lehetőséget adott ahhoz, hogy egy dinamikus növekedési pályára állítsa az intézményt. A köszöntők végeztével oktatói és hallgatói elismerések átadása következett. Jutalmazták az egyetem top 10 oktatóját, 9 hallgató részesült rektori dicséretben kimagasló sport tevékenysége kapcsán, mellettük Pro Disciplis Akadémiai kitüntetést kapott Bujáki Sándor, osztatlan tanári szakos hallgató. 2016-ban kezdtem a tanulmányaimat a Nyíregyházi Egyetemen, testnevelés és biológia szakon, és már abban az évben elhelyezkedtem ugye a hallgatói önkormányzati testületben. Kezdetben ugye tagként tevékenykedtem, nagyon sok gólyatábor, sok rendezvény volt, amiben ugye segítettem a hallgatótársaimat és a szervezési helyzeteket, szituációkat. És ugye eljött ez a mai nap, amikor úgymond utoljára jövök be ide a Nyíregyházi Egyetemre, és meg fogom kapni ugye a diplomámat, aztán a további terveim pedig az, hogy elhelyezkedjek pedagógusként. Ugye vagy külföld, vagy Magyarország, ez még nagy kérdés, de mindenképpen ebben szeretnék elhelyezkedni. A kitüntetések átadása után a végzős hallgatók kezükbe vehették a több éven át tartó munka gyümölcsét, azt az oklevelet, mely bizonyítja azt, hogy az adott szakterületen elegendő tudást szereztek ahhoz, hogy elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon.